úgy akarom én, ki vagyok, úgy akarom ő. Olyan nagy a fény, hogy ne fogja a levegő. Szívem menne a kicsiába, a menekülés. Addig él a szerelem, még nem ebből. Minden a közönség. Tehát ez egy társas játék. Ők a bíráink, ők a szponzoraink, mindent tőlük kapunk a lehetőséget, azt, hogy elhisszük, akik vagyunk, akár hárman jönnek, akár 300 000. Ez a játék, anélkül, hogy valaki fogna a kezünket, és az a közönség, és visszapislogna nekünk, és azt mondaná, hogy faszák vagytok, még minden, az nincs. Én nem leszek sosem a játék szerek, ne legyél velem. Nekem van egy ilyen elképzelésem, hogy amikor stengben vannak a zenészek, úgy néznek ki, mint szex közben. Majd nézd meg őket. Most ezért nem fogok lefeküdni mindenki, hogy kiderülje, hogy tényleg olyan vagy el, mint amikor a gitárosoknak van ez a fallikus beállás, és akkor nem tudom, hogy csinálja. Akkor van a billentyűsünk, aki tényleg ez a kicsit ilyen nördösebb, tehát mindenkinek itt van a szája, amikor jó. Amikor már az egész zenekarnak, mint a tátikáknak mind kinyílt a szája, akkor benn vagyunk a zónában. És akkor onnétől kezdve nyilván a marsal erősítő, meg a látvány, meg a tudom én, az már egy buh! Az egyetlen fórum magyar zenészeknek, ahol Amerikába érezhetik magukat. Ennek a színpadnak a mindene olyan, amiről álmodunk, amikor ekkora kis szarosak vagyunk, és elkezdünk valamit vakarászni gitáron. Ide kijössz, és úgy érzed, hogy nagyon nagy tökeid vannak, és minden jól szól, és utána a beállás is már olyan, hogy te vagy Mick Jagger. Ez a minden, ez a zenészek karácsonya, amikor itt fölléphetnek. Hogy lehet úgy megőrülni a színpadon, hogy közben teljesen tudatában legyél annak, ami történik? Ez nagyon vékony jég, mert gyakran az emberek úgy tudnak oda elkerülni, hogy bizonyos tudatmódosító szerekkel, és csak akkor te érzed magad jól, senki más. El kell érni egy metamorfózis. Nekem ez a sok micsuga, ami a fejembe került, az arra volt jó, hogy már nem Anna vagy, már valaki más vagy, aki meri azt mondani, hogy ül, áll, kiabál, vérzik, stb. Úgyhogy most, hogy úgy már elhiszem, hogy ez megy, és ezt el tudtam dobni, most végre ilyen tök mesztelen pásztoronaként állok ott, így felfegyverkezve a szövegemmel, meg a zenekarommal.